Sziasztok, jó napot! Valakinek a kocsi kulcsa. Parancsol. Azt hittem, hogy nyertem valami ilyen OTP utalványon. Szép napot mindenkinek. Sok szeretettel köszöntőnek titeket, önöket. Elsődlegesen téged, Árpi, Tóth Árpi. És a kórust. Nagyon köszi, hogy eljöttetek. Olyan, mintha egy akváriumban lennék. Én is hallom, de ezen emelkedjünk felül együtt. Annyira vicces, hogy körül alkalmanként egy másfél órát eltöltünk azzal, hogy ilyen akvárium hangom legyen, miközben ha rendesen beszélnék hozzátok, akkor is hallanánk egymást, de ez már csak ilyen műfaj. Csóri Szalon, ez a hatodik alkalom, a harmadik a Fonóban, akiknek köszönjük, hogy itt lehetünk. Volt, aki még nem volt Csóri Szalonon, mindig így kezdem, és valaki felteszi a kezét, és akkor én azt mondom, hogy elmondom, hogy mi ez. Igyekszem gyors lenni, és elnézést azoktól, akik ezt már sokszor végighallgatták, de a Covid leállás ideje alatt volt időm olvasgatni olyan dolgokat is, amiket nem muszáj, és rátaláltam egy Csóri versre, aminek az a címe, hogy Szőlőhegy háború előtt, aminek az az utolsó sora, hogy visszhangot keresek és társakat, hogy éljek. És azt éreztem, és ezt nagyon sokszor elmondtam már, de talán ezek az évei most erről fognak szólni. Nem terveztem, hogy házasságot kötök így módon Csórival, de ez történt, és nem is kerülöm el. Bár itt van a felesége, Balogh Júlia, tehát van egy konkurenciám ebben a témában. De lényeg, hogy visszhangot keresek és társakat, hogy éljek. Egy egyszerű sor, egy gyönyörű vers végén, de pont az egyszerűsége miatt ébresztőt fúj az embernek, hogy ne elégedjen meg kevesebbel. És rájöttem, hogy én is ezt szeretném, visszhangot és társakat, hogy éljek. Egy olyan Magyarországon, ahol, és én engem szerintem még soha senki nem hallott politizálni, de 6 napja volt választás. És számomra igencsak érdekes jelenség volt, hogy nagyon sok helyen megfordulok, és sok jó barátom van, hál' Istennek, és alkotótársam. Én nem találkoztam olyan emberrel, aki tudta volna, hogy hova fog szavazni. Ami egy elég ijesztő dolog. Nekem mindegy, hogy hova szavaz egy ember, de az, hogy nincs egy meghatározható irány, amiben bíznak az emberek, az érdekes. És ez valószínűleg nem csak a politikában vagy így, és nem csak Magyarországon, hanem ez egy világjelenség, mert egy eszméletlenül gyorsan változó korban élünk, ahol nagyon sok új kérdés van, amire még nincsenek válaszok. Na most egy egészen új akváriumba kerültem. Lehet, hogy ez már a háttérhatalom elkezdte tekergetni. De, és akkor itt be is fejezném, hogy viszont Csóri Sándor személyében egy olyan ember, egy olyan életmű és egy olyan gondolatiság rajzolódott ki, akiben egyszerűen bízhatunk. Én azt érzem, hogy bízhatunk generációtól függetlenül, és olyan kérdésekre is ad választ, amire mondjuk a reformkori nagyok még nem tudtak. Sőt, talán még Nagy Lászlóék se tudtak. És a következő 50 évünkben, ha elakadunk, akkor Csóri felé szerintem lehet fordulni. És ebben az utóbbi bő egy évben talán azt tudom mondani, hogy megbizonyosodtam. De amilyen a kultúrának a sajnos az embertelen hangulata, hogy őt sok szituációban kiírták, vagy megpróbálták kiírni. Én nem akarom őt beírni, én őt fel szeretném mutatni, és mindenki beírja magának, aki úgy érzi, hogy be szeretné írni. És szerencsére ebben sok szövetségesem lett. Ez nem azt jelenti, hogy én azért hívok embereket, hogy szeressék Csórit, ugyanígy megmutatom nekik, és bízom benne, hogy elkapják. És akkor én magamról is Csóriról többet nem is beszélnék, hanem a hatodik és egyben nagyon fontos vendégemet szeretném nektek bemutatni, Tóth Árpi, aki számomra egy nagyon-nagyon inspiráló ember. 2 évvel ezelőtt azt hiszem, hogy tavaly meghívott egy projektjére, és úgy éreztem, hogy most szeretném visszahívni őt, és bemutatni neki Csórit, ha bár én se ismertem sajnos. Árpi, te mint most a legelismertebb kórusvezető, és karnagy, és az általam ismert ebben a műfajban alkotók közül a leghitelesebb figura, ráadásul a generációmból. Először rólad szeretnék kérdezni, és aztán
tovább mennénk. Nem akarok ilyen magánéleti vájkálásokba menni, ezért aztán egyből odaugranék, hogy miért, de te válaszolj hosszan, miért és hogy jutottál el addig, hogy a te hivatásod a kórus lesz és a kórusvezetés? Sziasztok, és jó napot kívánok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nagyon köszönöm, amit gondolsz rólam. Én nem akarom befolyásolni a gondolataidat. Ezt nem érzem, csak mondom. Szóval, hogy köszönöm a felvezetést. Nem is reagálnék rá, hanem az, hogy szerencsére látom, hogy nagyon sok ember szerintem nagyon sokáig gondolkodik azon, hogy mi legyen. És őket így tökre támogatom, meg sajnálom, hát úgy értem, hogy ez olyan érdekes, hogy az emberek hogy találják meg az útjukat, hogy mennyire különböző. Nekem egyébként a saját családomban is nagyon-nagyon változó ez a dolog. Meg nem is biztos, hogy mindenkinek meg kell találnia, hogy akkor most mibe veti bele magát, de nekem ez egyáltalán nem volt kérdés soha. Sem, mármint, hogy volt, amikor más akartam lenni, például hegymászó is akartam lenni, mint szakma. El tudjátok képzelni, mikor volt az. Igen, meg úgy egy életpályának tűnik, nekem viszonylag ez ilyen egyértelmű volt, hogy nagyon az éneklés, meg a zene az mindig jobban érdekelt, mint mást. Kevésbé untatott, mint más, vagy nem tudom mi, tehát hogy nagyon-nagyon korán már az éneklés felé fordultam, aztán így akartam hangszert készíteni, meg ez, meg az, meg amaz, de aztán így körülbelül, ahogyan ilyen felnőtté váltam, vagy nem tudom, 18 éves koromban, akkor már úgy egyértelmű volt, hogy én énekléssel szeretnék foglalkozni, de nem úgy, hogy így kiállok a színpadra. Tehát, hogy ez valahogy mindig ilyen nagyon nagy no-no volt nekem, egy csomó minden. Nem csak ami az énekléshez, vagy a komoly zenéhez, de egyébként bevallom őszintén, hogy még ami a kórusozáshoz is kötődik. Tehát, hogy egy csomó mindent úgy nagyon-nagyon idegennek tartottam, és az egész életem körülbelül arról szól, nem csak, hogy embereket próbálok rávenni arra, hogy elhiggyék, hogy énekelni lehet, és szabad, és kell, és jó dolog, hanem arról is szól, hogy minden olyan keretét, ami van Európában, vagy Magyarországon, Kodály országában a közösségi éneklések, azt újra gondoljam. Nem akarom feltétlen megváltoztatni, pont úgy, ahogy mondtad egy kicsit, mert nem kell, hogy mindenki ugyanúgy gondolja, csak hogy én állandóan feszegetem azokat a határokat, hogy így mit szabad és mit nem. Például az, hogy mondjuk zeneszerzőként kértél fel engem, de nekem nincsen például zeneszerzői diplomám, ez mondjuk szerintem ilyen nagyon érdekes már a komoly zene világában, hogy én mondjuk így bemerem vállalni előttetek, hogy mondjuk írtam pár művet. Nekem sincs zeneszerző felkérő diplomám, én is csak úgy felhívtalak. Szóval azt mondtad, hogy tehát ez ének vonzott, de nem szerettél volna egyedül énekelni, se kórusban. Akkor mégis melyik része vonzott? Kórusban imádtam énekelni. Igen. Igazából nem, valójában ezt egy picit rosszul mondtam talán, hogy nekem az a nagy ilyen tapasztalatom, vagy így szerintem én kimerem mondani, hogy nagyon-nagyon sok dolog, ami még a mi generációknak is teljesen normális volt, vagy a korábbi generációknál az oktatásban, vagy hogy hogyan kell kitartani egy hangszer, vagy egy kórus mellett. Most a rendszerváltás előtti kórus éneklésre mondjuk, vagy mondjuk, igen, de persze igen. Nyilván ezt nem lehet megmondani, de hogy szerintem ezek, tehát engem teljesen megszólított az, hogy egyenruhában, egyenes háttal kiálltunk így, nem szabadott érzelmet mutatni, néha szabadott kottát tartani, de nem szabadott belenézni, akinek egy más színű volt egy helyen a hajtincse, azt hazaküldték, hogy fesse vissza. Tehát, hogy én egy ilyen kursban nőttem föl, vagy ilyen kursokban nőttem fel, autokrata vezetőkkel, akiket egyáltalán nem érdekelt, hogy mi mit gondolunk, de úgy értem, hogy mit érzünk, semmiről nem szól, csak ilyen teljesítményekről. Tök jó kursokban, és nagyon sok minden tanultam is belőle, de egy ilyen helyzetben, és én tökre élveztem. Tehát, hogy nekem mondjuk abba az iskolába, ahova jártam, ott a legtöbben így egész életükre megütálták az a kurs éneklés, de én nem. És hogy én nagyon-nagyon szerettem továbbra is, de értem, hogy miért ez ma már egyáltalán nem működik. Szóval, hogy tehát, úristen, tehát annyira nem működik, hogy az hihetetlen, és csodálkozva látom, hogy még pár ember még mindig hisz ebben. Szóval, hogy én csak azt mondom, hogy szerintem az is teljesen valid, de szerintem ma már tökre más útja is lehet annak, például, hogy hogyan éneklünk együtt, hogyan alapítunk egy kórus, az iskolában hogyan éneklünk a gyerekekkel, hogy nem biztos, hogy mindenben követem ezeket a hagyományokat, és szerintem én csak annyiban gondolom másképpen, hogy én nem szeretek ilyen totemeket gyártani, tehát, hogy nem szeretem
ma azokat énekelni, amiket korábban énekeltek, szeretek új repertoárt fel megcsinálni, vagy olyan módszerekhez folyamodni, amikhez mondjuk még, amiket még én próbálok ki először. Tehát igazából csak egy ilyen picit ilyen szabadabb dologban hiszek. Ez nem tudom, hogy érthető volt-e? Érthető, de szerintem kicsit konkretizáljuk, mert most belementünk abba, hogy te feszegeted a határokat, de közben pedig te szimplán arra, hogy kórus, rászánod az életedet, és az életed minden percét Amerikától Kínáig, onnan Ausztráliába repülsz, és... Ez azért nem olyan sajnálatra méltó. Nem, ez csak azt... Én is így vagyok a színházzal, mert a színház nekem egy válasz egy kérdésre. És hogy neked milyen kérdésre volt a válasz a kórus? Ez tök jó mondat, ezt majd most már így én is fogom majd mondani, mint hogyha én találtam valaki, hogy a kórusozás az nekem válasz. Pont ma egyébként lesz olyan dal, ami tökre nagy válasz szerintem olyan dolgokra, amik ilyen kérdéseket pár nappal ezelőtt még fel se tettem magamnak, de az egyik dal az most így egyre közelebb áll a szívemhez, mert hogy szerintem a zene, meg akár a költészet a zenével, az valóban tud egy ilyen menedéket biztosítani például. Szóval én mondjuk nekem a demokráciában való hitemet például a kórus éneklés az nagyon szépen képvisel. Nem az, én mindenben én döntök, tehát hogy én egy ilyen most már régebben azt mondtam, hogy én a kórusaimnak a putyinja vagyok, de most már nem szabad ezt mondani, most ki kell valakit találnom, valakit nem tudom, aki, de hogy így, hogy bizonyos dolgokat meghozok döntésben, viszont egy csomó mindenben szerintem, amikor közösen énekelnek az emberek, akkor elfogadják egymásnak a más hangszínét, bár próbálnak egymáshoz igazodni, de soha nem lesznek ugyanolyanok természetesen, vannak technikák, amivel lehet közelebb kerülni egymáshoz, hallgatnak egymásra, néha ők a fontosak, néha egy másik szólam a fontos, és akkor visszább lépnek, visszaveszik magukat, valamit nagyon jól el tudnának énekelni ők, de sajnos nem basszusok, hanem szopránok, ezért úgysem fogják soha életükben megoldani ezt a problémát, amit a basszusoknak kell. Tehát, hogy egy csomó szempontból, amikor közösen éneklünk, akkor olyan dolgokat játszunk, amiket szerintem az életben is egy ideálisabb, vagy egy jó társadalomban játszanánk olyan játékokat, vagyis olyan tulajdonságokat kell felvérteznünk magunkat a kórusban, amineket egy jól működő társadalomban is kell szerintem képviselnünk. Ráadásul az a csodálatos dolog, hogy közben meg az egész az összeáll egy olyanná, amit a világ legjobb szólistái sem tudnak létrehozni. Lehet, hogy valakinek jobban tetszik, hogyha egy szólistát hall, én ezt nem akarom az ízlését befolyásolni, de az biztos, hogy más az, amit egy kórus létre tud hozni, más hangzás, más világ, mint amit szólistaként bármilyen képzett is valaki. Aztán hozzátartozik ez a, én hiszek abban, hogy az alkotás az nem annyira egy szakma, hanem egy ilyen attitűd, amit szerintem bárkinek, vagy mindenkinek a javára válik, hogyha alkot nak érzi magát, vagy alkotólag lép bele bármibe, mondjuk a csendbe. És szerintem a kórus éneklés az egyik legjobb olyan tevékenység, amit viszonylag kevés kínos munka, vagy óriási tehetség nélkül is bele lehet lépni a kórusozásba, és ilyen szempontból is szerintem engem csodálattal tölt el az, amikor valaki mondjuk életében először énekel kórusban, és akkor egyszer csak megérzi azt, hogy másról is szólhat az élete mondjuk, mint a munkáról, meg a kötelességeiről, meg a szeretetről, meg az ilyesmi, hanem van egy ilyen spirituálisabb világ is, ami megnyilvánul. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem így az egész közösségi kórusozás az sok szempontból így azokat a dolgokat erősíti az életben, amelyeket így szeretnék gondolni, hogy azok értékek, meg jó dolgok, és háttérbe szorít olyan dolgokat, amiket úgy képzelem, legalábbis, hogy egy ideális világban nem kellene csinálni az embereknek. Sose gondoltam erre, de milyen izgalmas az, hogy nézőként tudom, mi a katarzis, viszont a nézők ritkán tudják elképzelni, hogy egy előadónak mi a katarzis. Tulajdonképpen sokkal közelebb van az extázisban levéshez, és valami, vagy nekem színészként, mind akkor van katartikus élményem, ha általában, amikor elfelejtem, hogy én vagyok a színpadon, és van egy váltás, egy jól érezhető dimenzióváltás. Ez effektív érezhető, mint amikor valaki megfog. Akkor is egy másik dimenzióba bekerülök, és
nem leszek öntudatlan, tudom, hogy ott vagyok, de egy katartikus élményem van, és ez más... Mennyire szép, hogy ennek a lehetősége minden ember számára tulajdonképpen a kórusban van meg. Tehát egy színészi átéléshez muszáj egy sok-sok éves gyakorlat, főleg ha állandó legyen, de ez tulajdonképpen a művészet legegyszerűbb csapatsportja, vagy ahogy mondjam. Igen, ez meg tudom erősíteni, hogy talán nem is annyira egyszerű, biztos, aki már már átment pár ilyen komolyabb projekten, meg tudja, hogy mi az, amikor nagyon-nagyon elő kell készíteni valamit, akkor azért az is tud nagyon-nagyon sokat kivesz az emberből, vagy nagyon sok energiát bele kell fektetni, de igen, azt hiszem, hogy például ahhoz a fajta alkotói katarzishoz, vagy extázishoz, amiről beszélsz, valószínű, hogy az is célom, és azért is a kurs éneklés egy jó dolog, mert viszonylag viszonylag elérhető. Szerintem tök érdekes az, hogy azért a zenészeknek szerintem nagyon gyakran egy picit máshogy működik ez az extázis, mert egyszerűen annyi szakmai, vagy annyi ilyen részletre kell figyelnünk állandóan, hogy a jó hangképzés, a légoszlop, a minden, ami például pont az izgulással, vagy az extázisnak egy csomó jelenségével, fiziológiai jelenségével egyszerűen így veszélyesebbé válik. Tehát olyan, mintha amikor a zongorista játszik, és ki akarnának esni a lábai a zongorának, miközben a Beethoven szonátát játsza, hogy ez nagyon nagy kihívást jelent, de mivel csapatban vagyunk, ezért valóban talán könnyebben átélheti az ember mondjuk azt a fajta különleges extázist, amit színészként is te átélsz, mert hogyha elcsuklik egy hang, azért van ott még pár másik, aki tud ebben segíteni. Egyébként ezt mindig szoktam mondani, és mostan biztos van, aki már 50-szer hallotta, Maria Callasnak van egy ilyen gondolata, aki az egyik legdrámaibb énekesnő volt, aki tényleg fantasztikusan égett a színpadon, és egy kicsit bevallom, hogy csalódtam is benne, amikor ezt olvastam tőle ezt az idézetet, hogy ő mondta azt, hogy otthon a szerepen sírni kell, az operában meg elénekelni. Hogy ő például abszolút énekesként úgy élte meg, hogy ő neki egy belső folyamaton kell végigmennie ahhoz, hogy át tudjon lényegülni, de sajnos az operában meg ki kell énekelni ezt a magas C-t. Szóval, hogy ott ő eszerint, most nyilván azért hiszi a piszi, tehát aki már látta őt, ő ugye nem szedte magát, hogyha felveszik, de azért van pár élő felvétel, azért biztos vagyok benne, hogy néha azért ő is tudott hatódni saját magától, de mindesetre a zenészeknek van egy ilyen, szerintem egy bizonyos ponton egy ilyen távolságtartásuk a katarzistól. És két dolgot mondanék, az egyik revidiálnám magam, mert nem a legegyszerűbbet akartam mondani tulajdonképpen, tehát nem degradálni akartam a műfajt, hanem tulajdonképpen az egyenlőségét akartam felhozni, mert színészként a katarzisodban nem biztos, hogy melletted állónak is van. Uh-huh. Valószínűleg kórusban se így van ez, de ott mégiscsak valami közösebb az alkotás. Vagy a legközösebb, igen, nem a legegyszerűbb, legközösebb művészi alkotásnak gondolom én kívülről, de ez most csak zárójelben, hogy revidiáljam magam. A másik pedig, amit az imént mondtál Maria Callasról, ez nekem egy az egybe elevenembe vág, mert én Máté Gábortól olvastam ezt, akit nagyon jó színésznek tartok, és ő is pontosan ugyanezt mondja, sőt, ezt is tanítja, hogy otthon kell sírni, és a színpadon nem, ott közölni kell és átadni. És én nekem az egyetemen fájtak ezek a mondatok, mert az egész színészi gondolatiságomnak és hivatásomnak az ellentétje volt. Én azt gondoltam, hogy azért vagyok színész, hogy átéljem a színpadon, mások előtt, úgymond szemtelenül, mintha egy kulcsukon benézhetnének a szobámba, ahol egyedül vagyok. És aztán megértettem, hogy valami olyas, szerintem csak rosszul fogalmaznak, vagy mi vagyunk, vagy mi értjük máshogy, mint ahogy ők értik, hogy valami olyasmit érzek én ezekben a mondatokban, hogy otthon találkoznod kell a szerepeddel, át kell élni, viszont a színpadon nem az átélésre kell figyelni, hanem az átadásra, és az átadás visszatudhatni. És akkor újra átélés lesz belőle, mert ha átélésre koncentrál az ember, akkor egyedül marad. De ha át akarja adni, akkor együtt leszünk, és visszatud hatni. És ezt én pont egy énekesnővel való hosszú beszélgetésen változtak meg erről a gondolataim. Ő csak annyit mondott, hogy
hogy próbáltál már úgy játszani, hogy nem akartál semmit? És rájöttem, hogy még soha életemben nem akartam úgy játszani, hogy nem akartam valamit, és akkor megpróbáltam, pont egy Hamlet, bocsánat, ilyen sokat beszélek, de mindjárt befejezem. Nem. Hogy pont Hamletet játszottam, másnap, hogy erről beszélgettünk, és gondoltam, hogy beáldozok egy előadást, és megpróbálok úgy játszani, hogy nem akarok semmit. És eszméletlen nagy élmény volt. Más volt, meg nem biztos, hogy minden részén jó, de arról szólt talán, amiről te beszéltél. Bocsáss meg csak, mert erre annyira így rá tudok rezonálni, nekem a karvezetésben van tehát a vezénylésben, tehát hogy ez nyilván nagyon szépen kell tudni vezényelni, és én ebben nagyon jó voltam az egyetemen egyébként, tehát én nagyon szépen tudok vezényelni, meg jól, meg minden, és hogy szerintem ez egy ilyen kor dolog, szóval aki művész lesz, nyilván meg akar halni a színpadon olyan mozdulatokat, meg úgy hiszünk benne, hogy az a pillanat ott akkor így rólunk szól, szóval ez egy teljesen tervezes dolog, hogy így 20 évesen mondjuk ez ellenem megy a gondolataidnak. Tehát szerintem ez, vagy nem tudom, bocsánat, hogy ilyen leegyszerűsítem, de hogy ez természetesen 20 évesen azért akar az ember, azért is akar az ember karnagy lenni, mert hogy itt meg akar halni a színpadon, azt gondolja, hogy jó, egy olyan mozdulattal úgy ki tudja fejezni. És hát annyira vicces ez. Tehát hogy tényleg valamikor gyakoroltam a tükör előtt, hogy hogyan tudom úgy kihúzni és hogy ma már hát több bérán vezénylek. Pont azért, mert hogy nem az, hogy egyáltalán nem is, tehát nem gondolom egyrészt, hogy az a mozdulat az olyan fontos, másrésztről meg arról is szól, hogy már egyáltalán nem arról szól, hogy most az egyetlen egy forte, vagy nem tudom mi, vagy tehát hogy egyetlen egy pillanatot megragadjak, hogy én ott átéljem, tehát hogy valójában azért vagyok karvezetőként a kórusnál, hogy segítsem a munkájukat, és egy csomószor már tényleg én például nem is vezénylek, például ez majdnem olyan, hogyha már nem is játszom nál a színpadon. Vagy neked karnagyként? Igen. Vagy érted, tehát hogy már olyan lennél, mint a kávézóban, vagy nem tudom. Igen. Az egy ilyen közös színész érzet, hogyha nincs meg a szerepben, nem csak nem éled át, hanem ez egy esti érzet. Nem tudod, hogy ilyen estéd lesz, egy hónapban egyszer kifogod, hogy egyáltalán nem vagy ott, és akkor minden színész úgy meséli ezt el, hogy és ez is tényleg ez az érzeted, hogy itt vagy te, és itt van a szereped egész este. Tehát karnyújtásnyira, elvileg tudnál ott is lenni, és mindig így sétálgat melletted. És nagyon bosszantó, mint egy gonosz rajzfilm figura, aki ijesztegetne. És van még a színész álom, amikor ott vagy a színpadon, néz rád egy kollégád, a szakma elitje nézi az előadást, és elképzelésed sincs, hogy melyik darab, mi a szöveg, hogy... De ez egy színész álom, ezt minden színész álom, hogy nekem ebből a legdurvább az volt, hogy egy odvas fának voltam beöltözve, és az oduba volt a fejem. És egy ilyen nagy lomb, de mindenki más teljesen normális ruhákban volt a színpadon. Nyilván. Én ott egyedül tudod, és az álmodban magadra nézel, melyik darab lehet? Melyik szerep? És emlékszem, hogy az álmomból lenéztem, az Asher Tamás mellett ült a Székely Gábor, és akkor a Székely Gábor felszólt, hogy mondhatja Miklós. Pokoli rémálom. Na egyébként, csak annyi, hogy szerintem a csíkszerdázásban nekem azt is jelenti, nekem egy ilyen menekülés is ebből a szakmámból. Nekem már soha nincsenek ilyen rémálmaim, mert én nem érzem, hogy annyira része lennék a karvezetősdi szakmának. Bár az akadémián tanítok, és olyan gyerekek jönket tanítok, akik aztán nagyon nagy kar. Nagyok lesznek, vagy nem tudom mi, tehát ismerem őket, de hogy például én nekem már úgy érzem, hogy például a kursozás, és főleg most a Csíkszerdáról beszélek, hogy az nekem azt is jelenti, hogy egyáltalán nem érdekel, hogy az Asher Tamásnak megfelelő ember a magyar kursusértben mit gondol róla. Szóval, hogy de persze ez, én értem, hogy ez nagyon-nagyon más a színészetben, meg igazából kicsit irigylem is tőled most ezt az érzést. Ha ez az életemben történne, hogy belöknének fajjelmezbe egy színpadra, megoldanám, de az álmomban megoldhatatlan. Fú, nagyon sok kérdésem lenne még, viszont... Szegény Csóri Sándor ott néz bennünket nagyon, nagyon nagy mondjam. És pont úgy néz. Igen, igen. Nagyon sok kérdés, most már értem. Vajon milyen kérdések? Jó. Csak viccelnem. Hát, mert Árpi foglalkozik, hogy operákat adnak elő kórus változatban. Erről is jó lenne beszélni. Jó lenne beszélni, hogy miért Csíkszerda. De azt gondolom, neked olyan kérdés, mint ha tőlem megkérdezik, hogy miért hívnak Hasinak. Tehát gondolom, ha Google-be beítjük, hogy
Tóth Árpi, Csíkszerda, miért Csíkszerda, akkor legalább 17 választ fogunk erre kapni, tehát nem teszem fel ezt a kérdést. Menjünk rá Csórira. Megbeszéltek szerint. Felhívtalak ezzel a projekttel, mi volt az első érzésed, mi volt az első jó érzésed, ismerted-e Csórit, a munkásságát, mit mondott neked a neve, hogy ültél neki, hogy választottál ezek, és közben öntök neked vizet. Köszönöm szépen. Egyrészt, hát nagyon jó érzés volt, amikor felhívtál, mert nem csak azért, mert hogy vannak nyilván emberek, meg a művészetben olyan emberek, akikkel az ember nagyon szeret így beszélgetni, vagy kajálni együtt, vagy akár, ne adj Isten, még együtt is dolgozni. És én magamról itt tudom, hogy nem vagyok nagyon jó, nem kooperálok, tehát nekem mindig kell tanulnom azt, hogy hogyan működök együtt művészekkel, mert egyszerűen annyira jó életem van, hogy annyira megszoktam, hogy bármit akarok, azt megcsinálom. És ezt tudom, hogy ez így nem annyi, bár, hogy nagyon jó, de közben nem annyira jó, mert csodálatos dolgok akkor tudnak lenni, hogy az ember együtt dolgozik valakivel. Szoktam néha Göttinger Palival alkotóként együtt dolgozni, meg szokott lenni. Életedet kórusítani kéne, nem? Nem, hát igen, igazából arra, igen, vagy igen, valami ilyesmi. Szóval így nekem ezt tanulnom kell, és akkor nekem ez nagyon fontos, amikor vannak ilyen emberek, akik tudnak valamilyen módon rám hatni. Például, hogy mit válasszak, vagy mit írjak, vagy ilyesmi, és ezért én ennek nagyon örültem, meg azért is, mert szerintem nagyon-nagyon megtisztelő, hogy egy olyan, tehát csak akikről tudok, hogy akiket felkértél, abban a névsorban nagyon belül benne lenni. Hát ez ilyen hiú dolog, de hogy így hogy Csíkszerdaként, de főleg azért, mert annak örülök, hogy nem ilyen valami alternatív komoly zenei produkcióként gondolsz ránk, hanem valami olyasmire, akik akár ezt is meg tudják csinálni. Szeretném, hogy hallgassák. Szóval, hogy ez nagyon-nagyon jó volt. És lehet, hogy én egy kicsit népszerűtlen leszek ezzel a kijelentésemmel, meg tudom, hogy te nagyon-nagyon máshogy működsz, de én bevallom őszintén, hogy zenészként, mivel viszonylag a zenetörténetben is eléggé otthon vagyok, meg így ez egy picit a szakmámnak a része, én azt tanultam a zenetörténetből, meg a zenékből, amiken átmentem, ami szerencsére viszonylag sok, azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy ki a költő, és ki a zeneszerző. Tehát a személyiség. Nagyon fontos adalék volt, amit elmondtál, hogy miért van Csóri kötetünk egy csomó a szüleimnél, meg a nagyszüleimnél, és mégsem tudok róla semmit. Tehát ez nagyon-nagyon fontos volt, amit az elején is elmondtál, és ez a megkeresés. De én például nem láttam a riportokat, meg az elemzések, az életét, de hogy bevallom őszintén, hogy nem próbálom ettől függetleníteni magam. Mert van egy ilyen, tudják, talán ismerik, hogy a Wagner meg a Lisztnek a kapcsolata, hogy hát a Wagner egy ilyen, hát nem szabad csúnya szót mondani, de hát egy nagyon-nagyon nem fair, nagyon elviselhetetlen, egoista, igazságtalan, hát egy bunkó volt, nagyon finoman fogalmazva. Ehhez képest a Liszt az a zenetörténet egyik legkaritatívabb embere volt mindenkivel, aki őt utálta, azzal is ilyen nagyon jó kapcsolatot próbált. Tehát ő egy ilyen igazi, ilyen összekötő ember volt, és amikor csalódott emberekbe, akkor is utána odafordult hozzájuk, és aztán még a Wagner még a lányát is elvette, elszerette a legjobb barátját a Hans von Bülowtól, és még utána, szóval, hogy egy fantasztikus ember volt, és hogy mégis mi van? Az van, hogy van a Wagner is, meg a Liszt is, és hát mind a kettőt azért szeretjük, vagy én próbálom azért szeretni, amit látok a kottájában, amit látok az alkotásaiban, és amit bele tudok, vagy át tudok jelzni az alkotásai mögött. Szóval én rögtön az volt az első dolgom, hogy végigolvastam kb. Most nyilván ez nagyon-nagyon béna így verses kötetet végigolvasni, mert nem arra van, hogy így átolzzék, de hogy így próbáltam így átmosni magamon sok-sok verset. És hogy próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy mi történik, pont azért, vagy hogy milyen sors áll mögötte, mert valahogy azt érzem, hogy egy időtlen alkotónak végül is
az válik időtlen alkotóvá, akinek az alkotásai időtlenek tudnak lenni, és nem az életéről szól. Vagy én ebben hiszek az igazi alkotóknál, és azt akartam látni, hogy vajon számomra az alkotásai önmagában tudnak-e hozzám szólni. És akkor kiválasztottam jó nehezen. Tehát, hogy ami feltűnt, ha szabad ezt mondom, de hát nem vagyok irodalmár egyáltalán, hogy nagyon-nagyon lírai típus, ami nekem legalábbis a versei mindenképpen ilyen nagyon-nagyon sok lírát tartalmaznak. Ezt azért mondom, mert nyilván hát a vers az lírai műfaj, de azért mégis az érzet, tehát a vers nem feltétlen lírai, és mindenki nagyon-nagyon sok lírai versét olvastam, amit el tudnék képzelni megzenésíteni. Mert hogy én azt gondolom, hogy valójában a megzenésítés, vagy a verses megzenésítésnek a líra a hangja. Van más is, meg lehet más is jól csinálni, de valójában az, ahol otthon van, az ének hangon a vers, azok általában a lírai alkotások. És ugyanakkor nagyon-nagyon nehezen választottam ki ezt a két verset, két ilyen kis vers van, mert szerintem a kórus énekléses vers feldolgozás az egy nagyon-nagyon speciális műfaj, és talán ebben nagyobb kihívást jelent, mint egy szál gitáros vagy egy szál énekes feldolgozásokban. Amikor kórust énekelsz, akkor visszahat rád a szöveg? Tehát nem mindegy, hogy a Boszi-Boszi tarkát énekled, vagy egy Csóri verset. Hát persze. Tehát a vers szíve megtölti az éneklő szívét? Ezt nem tudom, ezt majd esetleg, hogyha az éneklőktől kell megkérdezni. Én magamról úgy tudom, igen. Uh-huh. Szerintem simán lehet szöveg, tehát hogy az ember nem azonosul a szöveggel, csak a zenével. Szóval egy teljesen új dimenziója van mindig a megzenésített versnek szerintem. Én természetesen sokat ilyen együttesben is dolgoztam vers megzenésítéssel, és nekem igazából az tanulság, hogy egyszerűen mindig a verset próbálom előtérbe helyezni. Tehát nyilván a versnek van egyfajta hangulata, ez körülbelül az ihletemnek a mondjuk a kereteit megadja, hogy mondjuk milyen hangszerelés, a hangnem, az egész feldolgozási mód, ami egyébként nagyon érdekes, mert a kórus éneklésnek hát ezer éves hagyománya van, hogy a szöveg nem fontos. Tehát hogy azért valljuk be őszintén, hogy a reneszánsz legnagyobb művei, és aztán később aztán barokk legnagyobb művei, szóval minden korszakban vannak olyan, minden évszázadban vannak olyan zeneszerző irányzatok, ahol a szöveg már nem igazán fontos, és egy csomó olyan dolgot vár el egyébként a kórus hangzástól az ember, ahol valójában aztán a szöveg egyáltalán nem érthető. Van egy ilyen, hogy polifónia például, az, amikor minden szól, amilyen önálló, és ez egy alapvető faktúra a kórus éneklésben, amikor mindenki máshol mond ki minden szótagot. El lehet képzelni, hogy tehát ez a kánon típusú, hát pont a szöveg nem érthető egyáltalán. Tehát a vers éneklés az így általában így, vagy a vers megzenésítés hasba szúrja a legtöbb zeneszerzési technikát, amit egyébként a kórusosdiban úgy szoktunk. Ez például szerintem ilyen érdekes kihívás. Persze meg lehet oldani, meg egyébként van egy olyan pillanat az egyik darabban is, amilyen polifón, de hát olyan kis cselesen az csak, tehát hogy mégis remélhetőleg érezhető a szöveg. Amit akarok mondani, hogy a vers irányít igazából mindent. Nem csak a prozódiát, a ritmus, tehát hogy pontosan milyen ritmusértékeket mondunk milyen szótagokon, hanem az egész hangulat, meg az egésznek ahogyan tapintható a vers, úgy próbálom tapintani tehát a zenei anyagot is. Bár az más kérdés, hogy kívülről érthető a szöveg, vagy az énekes érti. Tehát igazából úgy is csinálhattad volna, hogy nem feltétlenül érthető kívülre, de jó, hogy így csináltad, hogy azért egyben marad. Igen, néha szerintem van olyan pillanat, meg egy hosszabb kompozícióban szerintem létezik, mondjuk amikor operákat, ilyen a cappella operát mutatunk be, akkor mindig egy költővel íratom meg a szöveget, ez egy költői szöveg, és ott bizony vannak olyan pillanatok, ez mondjuk egy fél órás vagy egy 40 perces műben, amikor úgy érzem, hogy a szöveg nem annyira fontos, esetleg egy-egy szó, és akkor olyan megzenésítést kap, hogy ott valójában nem. De azért ez egy vers terjedelemben azért az óriási luxus szerintem. Olyan, tehát hogy melyik két sort nem szeretnénk érteni azért egy rövid versből, hát mindegyiket köszönjük szépen. Mielőtt felhívnám a kórust, egyrészt szerintem érdemes lenne az éneklések előtt felolvasni a két verset, szerintem.
ha megtennéd, vagy én, akár én is. A másik pedig, hogy még annyit mesél, hogy milyen katartikus élményeid vannak a kórus énekléssel kapcsolatban. Akár csak egy ember, vagy egy visszajelzés, vagy neked akkor volt egy olyan közös hang, vagy ilyen típusúra gondolok. Hú, hát ezeket pont azért, azt hiszem, hogy pont azért lesz zenész az ember, mert így rájön, hogy van egy csomó dolog, amit úgy se lehet elmondani, úgyhogy akkor minek is mondjuk el, hanem hogy így az a zene, igen. Jó, egy olyat mondok, ami mondjuk ilyen sztorizós, jó? Tehát, hogy ahol mert hogy nehezen tudom leírni, mert a zenei katarzis pont arról szól, hogy azt érezni kell, és nehéz úgy elmondani, hogy most az a harmónia, nem tudom mi. Például volt egy ilyen, hogy sok-sok évvel ezelőtt a Csíkszerda elődjével voltunk az Erfurti Parlamentben az 56-os megemlékezésen énekeltünk, és akkor ilyen mindenféle fura dolgokat csináltunk, és például volt egy ilyen, egy ilyen fürdőben is énekeltünk, az eléggé olyan vicces volt, ilyen fürdőgatyában meg ilyenekben, és akkor az volt, hogy ilyen improvizatív anyagok voltak, ahol tudtuk, hogy bizonyos pontokon viszont megszólal egy-egy mű. És egyébként éppen az nap születésnapon volt, ezt kell tudni nyilván a történethez, de hogy az volt, hogy volt az a pont, amikor gyűlt a zenei anyag, és egyszer csak tudtam, hogy be kell inteni az egyik művet, és akkor az úgy volt, hogy azt a művet énekelték, de így megbeszélték, hogy írtak hozzá egy szöveget, ami rólam szólt, vagy nekem szólt, vagy ilyesmi a születésnapomra. És igazából nyilván nagyon kedves, meg ilyen megható helyzet, de azért volt nagyon különleges szerintem, mert ez egy német közönség előtt volt, akik egyáltalán nem értettek semmit a szövegből. Hogy nagyon szép darab volt, meg tehát ilyen kis tudjátok, ilyen kis ártatlan naiv fejjel néztek, meg így nagyon tetszett nekik, és hogy ez, és tehát hogy szerintem 200 ember előtt énekeltünk olyan mondjuk 40-en, és mégis hihetetlenül intim volt a pillanat, mert ott bezárult, tehát az a nyelvi határ az ott volt, hogy csak, és közben persze utána ment tovább a kis improvizációs blokk, tehát az is szép volt benne, hogy nem volt ott idő ott olyan hosszan meghatódni, és az egy ilyen nagyon különleges pillanat volt például. De úgy el lehet képzelni, hogy ez nagyon szép pillanat volt például. És van a tisztábbnál tisztább hang? Tehát amikor azt érzed, hogy most nem csak, hogy mindenki a helyén van, de ezáltal valami olyan hangzás létrejött, amire nem számítottál, ami itt lehet, hogy ez volt az anyagnak a szíve, amit te már 10 éve keresel. Fizikai értelemben van egyébként ilyen kombinációs hang, amelyik, hogyha nagyon tisztán szólal meg bizonyos harmónia, akkor egy plusz hang lent megszólal, tehát ez fizikailag létezik egyébként. És lent az Igen, tehát hogy van pár felvétel, amin így ezek nagyon-nagyon szépen, van pár ilyen nagyon tisztán éneklő, általában egyébként ilyen leánykar vagy nőikar, tehát a hang minősége is fontos, hogy milyen, és akkor egy olyan mély hang meg tud szólalni, amin igazából nincs ott. Ez annak a háromnak a összerezonálása? Igen, ez ilyen fizikai jelenség, ez a kombinációs hang, hogy így, hogyha nagyon tiszta és nagyon összerezeg, akkor meg tud szólalni egy... De ez szerencsére nem ennyire bonyolult. Szerintem nem biztos, hogy szóval szerintem van tökéletesség, ezt akarom mondani, hogy nem egy ilyen végtelen, sziszifuszi munka a tökéletesség felé, mert én például nem szeretem nagyon visszahallgatni a koncertjeinket, mert én azt gondolom, hogy igenis, szinte minden jól sikerült projektben vannak tökéletes pillanatok, amik nekem, az énekesek jó részének általában ezt érezni szokták, és a közönségnek mégis esetleg egy picit tetszik, de hogy szerintem vannak, vagy én gyúrok is ezekre. Tehát, hogy lehet, hogy nem tökéletes valamilyen szempontból, de hogy azok a szempontok, amik nekem fontosak, és amik szerintem az éneklőknek fontosak, azokból a szempontból igenis sokszor van szerintem olyan, amikor a tökéletesnél is tökéletesebb pillanat, hogy úgy érezzük egy pár perc, hogy bármi megszólalhat. Jó. Na, akkor térjünk rá a dalokra. Jó. Felhívjuk a kórus, az lehet, hogy itt elrendezünk. Olvassuk fel a két verset. Jó.
Neked jó. Megvan? Igen. Az van, hogy nem tudom, hogy így kórus partitúrából így össze tudod-e olvasni. Lehet, hogy én olvasnám föl, ha nem gond. Jó. Nem azért, ez kicsit vicces, hogy tőled elveszem a... Te ismered a... De te is vezényelhetsz viszont. Ez egy nagyon-nagyon régi álmom egyébként. Tényleg? De nem most, de majd erről beszélhetek. Jó. Csak, mert hogy egy elnézést, csak mert ilyen cikcakba kell olvasni, és akkor... Az első az a dünnyögő lesz, ami hát nyilván ilyen eleve zenei, egyébként nagyon sok zenei inspirációt láttam, ezt lehet, hogy én látom Rasszul, tehát úgy, mintha ő a Csúcs Sándor nagyon gyakran a zenével, a zenéből inspirálódna, vagy nekem ez érzésem volt. Ő Bartókra olyan gyakran hivatkozik, mint Magyarországon. Igen. A dünnyögő azok csak gondolatok, és egyébként ez az a vers, amelyik mostanában nekem így nagyon az utóbbi héten, mondjuk itt tök sokszor visszaköszön. Az esők, a versek, a havazások, a gyönge hóban megmosdó madár. A kezem, a kezed, a tested jelei, a halál kulcsa, a zárhatatlan zár. A csend, a dű, a világegyedülség, az ember örök esélye, a fölingere, az ember örök esélye maga ellen, a fölingerelt fegyverek. A tüskék hamva te benned és bennem. A másik pedig a kék hó kék madár. Kék a hajnali hó, kék a hajnali szél, kék a nők szeme alján a patkós holdkaréj. Bujkál a villamos, kék barlang most az utca, ha szállna száz madár, gyöngyvillámként suhanna. A hólapátolók körmüket fújják fázva, mert kék az is, mint széthult csillagok kék szilánkja. Megyek munkába reggel, nincs semmi vígaszom, csak a hó katonazenéje a csontkemény hídon. Asszonyom föl kell mostik, csipogó vize kékes, kintről ibolya árnyak hajolnak szeméhez. Megáll, és rám gondolván egy percre meg is retten, nem keresem-e sorsomat ibolya kék szemekben. Aztán egy nagyot sóhajt, tovább lép, s tünődön dúdol egy kék madárról, ki sétál kék mezőben. Szép versek. Szép versek. Igen. Mi ez? Nem csak, hogy szerintem mindegy, majd lehet, hogy megmutatunk valami részt utána, jó? Jó. Akkor gyertek kórus. WCRP úgy mutasd be a kórust, meg a részeit, mint hogyha mi, mert ez így is van, egyáltalán nem értenénk hozzá, hogy miből áll össze, miért ott állnak, hogy ezt az asztalt addig megpróbálom innen applikálni. A Csíkszerdával általában mondjuk ennek a tízszerese körülbelül a Csíkszerda létszáma, de mert ez egy ilyen kórus, de ez egy ilyen kis side projekt volt, illetve side projekt még mindig, úgyhogy itt egy ilyen kis kamarában éltünk, ezt szerintem nagyon ritkán tesszük, és ezért így nekünk is izgalmas volt. De egy picit így modellezi a Csíkszerda összetételét, úgy értem, hogy olyan szempontból, hogy teljesen hagyományosan több szólamra oszlik, és hát ilyen unalmas vagyok, hogy ilyen tenor, meg basszus, meg szoprán, meg alt, szóval, hogy magas női szólamok, mély szólamok, magas férfi szólamok és mély férfi szólamok. Nyilván egy ilyen kamara felállásban az a menő, hogy miközben 85 ezer másik dolgot éneklünk, erre úgy tudtuk összeállítani, hogy így nagyon arányos. 4+4+4+4. Ezt nekünk is tanulnunk kell, hogy milyen az, amikor ugyanannyi van minden szólamból, mert pont a közösségi kursokban ez az ilyen izgi, hogy a dalokat általában úgy alakítjuk ki, hogy azok hozzánk pont ilyenek. Itt meg a darabokhoz tudtam választani az embereket. Szerintem el is énekeljük az elsőt, meg aztán a másodikat. Ez a nagy tervem. Mm-hmm.
korrigálni, instruálni, vagy meg vagy, vagy meg vagy elégedve? Ezt megbeszéltük előre, most ez nem kritika. Igen, gyönyörület mind a kettő. Jó, én nem tudom, hogy nyilván igen lenne mit, ha ez a kérdés. De lehet, hogy így inkább azon gondolkodom, hogy ha van esetleg kérdés, vagy ilyesmi, hogy szívesen mutatunk valamit belőle, vagy nem tudom, vagy valami, ami is esetleg érdekes lehet, azt szívesen megmutatom, mert ez ritka lehetőség egyik, hogy itt akkor és kibírunk még 5 percet, hogyha... Szerintem valamit. Mindenki nagyon izgatott hogy ezzel kapcsolatban, tehát tiéd a terep. Jó, akkor mutatok csak két ilyen apróságot mind a két darabban. Nekem az egyik ilyen technikai dolog lesz, hogy onnantól kezdve, hogy dünnyögő, az ugye ilyen kettős, mert hogy azt szeretnénk, hogy ilyen dúdolás, meg ilyen nagyon bensőséges, és közben a francban van szöveg is, amit így dünnyögni kéne. És akkor ez például nekem egy ilyen, végül is szerintem működik a dünnyögőben az a rész, hogy van egy ilyen dallam, egy picit ilyen végtelen a dallam, úgy értem, hogy kb. Olyanok, mint a gondolatok kicsit, hogy... Ez az alap, mondjuk, gondolata a műnek. Nem mondanám, hogy téma, mert nem dolgozom vele annyit, de hogy nekem az érdekes a gondolatokban, hogy szerintem a gondolatok azok nem olyanok, hogy egymás után jönnek, hanem néha így, mint hogy így átfednék egymást, és ugyanez a dallam a második felében így egymásra megy rá. Ráadásul az nekem ilyen izgi volt, hogy van egy olyan rész, amikor ez a dallam megy, és akkor a női szólamok már ilyen bizonyos gondolatokat, ezeket a kis szavakat, vagy nagyon rövid mondatokat így mondják. És nekem ez valahogy előhozta azt, amit szerintem, ahogyan én ezt elképzelem, ezt a verset, hogy megszólal. Úgyhogy megmutatjuk az elejét, meg a végét, jó? Mert hogy akkor hát, ha a hasonlóságot észreveszitek. Mármint ez nem rajtatok múlik, hanem rajtunk. Majd mutatom, hogy mikor kell belépni. Gyere. Aztán már csak a lányok folytatják. És aztán a fiúk, a lányok meg pár szót. Az első. Ugyanennek a visszatérése, az pedig egy picit másképpen van, mert egymásra jönnek a motívumok. Nekem van egy ilyen tapasztalatom, hogy akkor, amikor az ember többször gondol át dolgokat, akkor egyre gyorsabban gondolja át, mert így tud már így polifónikus, és akkor ez egy ilyen. Még egy dolgot megmutatok, ez a polifónia, amiről beszéltünk, hogy van az éneklésnek egy ilyen hagyománya, vagy amit úgy szeretünk hallani a kurzusban, hogy önálló szólamok vannak, de akkor az általában megöli a szöveget, és akkor itt megmutatom, ez az a közép része az úgy indul, ez az a kezed, a kezem, a tested jelei. Ez a rész, hogy ez úgy van megkomponálva, mintha, de közben figyeltem arra, hogy szövegek ne fedjék át egymást, és talán így érthető. A kezed... Csak azt a részt, jó. A kezed, a testem, jelenül, a holnap kulcs a szárhatatlan szám.
És akkor így oldottuk meg, hogy a szólamukat is külön lehessen hallani. Egyébként a másik dalban van egy ugyanilyen rész, vagyis hogy az alapgondolat az az, hogy minden szólamnak van egy-egy dallam, ezt talán észrevettétek, hogy egy-egy verszak, egy-egy... De abban szerintem az vagy az volt az alap ötlet, hogy nekem ennek a versnek a hangulata az állítmánya. Ami egyébként egyetlen egy akkordot tudnék mutatni ebből, szóval szerintem így... Nekem ez a kékség, ez az akkord, és valójában ennek a különböző ilyen váltakozásai az egész darab, tehát az egész kék minden, vagy úgy, ahogyan a versben is minden kék, és ezért úgy van, hogy szerintem mi az egész vers valahova törekszik, és ez pont egy szöveg nélküli rész. Tehát, hogy a középpontja vagy a magva a darabnak, az egy szöveg nélküli rész, mert ez szerintem ilyen, mert valahogy, ahogyan ez a kékség az állítmánya a versnek, úgy annak ez a rész, vagy ez a csúcspontja, ez talán szokatlan, hogy a csúcspontja az egy ilyen szöveg nélküli szakasz. Ezt szerintem úgy tudom megmutatni, hogy elénekeljük, és akkor mutatom azt a részt, jó? Lehet azt? Itt egyébként úgy van, hogy először a szopránok, aztán az altok, szóval itt csak legeltessétek a szemeiteket így egyre lejjebb, és akkor ugye a verszakok az úgy vannak. Az alt dallama után jön egy pici refrén, ami mondjuk egy bridge-ként szolgál, és akkor a fő rész az, amikor mindenki csak A-val énekel, azt majd meghalljátok. Jó, és a végén még azt elmondom akkor, jó, hogy akkor már ne kell megszakítani, picit nehéz ezt a darabot megszakítani, hogy a végén ez a fura zárlat, hogy az egész kórus ezt a fura identitás nélküli akkordot énekli, amit azért Biszti kedvéért, hogy ne szomorkásan menjetek haza a végén. Egy viszonylag ilyen inappropriate, szóval semmi nem utal a darabban az egészben a végig, hogy így az akkord lesz a darab vége, de hát mégis az lett, hogy egy kicsit így ne legyen túl szomorkás. Akkor ezt megmutatjuk szerintem még egyszer, jó? Jó így? Így lett a dal.
kérdések, vagy ilyesmi? Igen, ezt kapom. Nagyon szépen köszönjük. És Árpi, még ha annyit maradnál, hogy ha esetleg a közönségből van valakinek kérdése, Árpi vagy akár a kórus felé, akkor most tudnátok föltenni. Van esetleg ilyen, aki nincs senkinek kérdése? Akkor rendhagyó módon innen köszönném meg nektek, Árpi, az egész délutánt, azzal, hogy foglalkoztatok ezzel. Kórus, nektek külön nagyon köszönöm, és remélem, hogy én mindig csak, tehát az én titkolt célom nagyban az, hogy terjesszem Csóri gondolatiságát, meg az én életemen átfolyassam. Most kicsit kicsiben az, hogy számomra inspiráló alkotókat megfertőzzem vele, de így, hogy az Árpi még 16 embert megfertőzött, így aztán nagyon, nagyon örülök, hogy ez a jó szendékú Csóri vírus most a ti szereplésetekkel nagyon gyorsan terjedt, és remélem, hogy nektek is adott, és remélem még azt is, hogy ezt stúdióban fel tudjátok venni, és akkor egészen más hangzást fogunk kapni, és titeket meg mindenképpen fogunk értesíteni, hogyha ez elkészül, meg elvileg még ezzel kapcsolatban találkozunk is. Szóval, ha... Köszönöm szépen. Köszönjük.